kék-sárga színekbe borult március első szombatján a Városháza. Az épület előtt pedig az ukrajnai humanitárius válság áldozataiért és a békéért gyújtottak mécseseket az újpestiek. Innét mindannyian üzenhetjük azoknak, akiknek a kitartása fontos, mert ahogy mondták, mi valamennyien ukránok vagyunk, hogyha a szabadságunkat támadják meg. És ez a mai nap hozzájárul ahhoz, hogy Európa népe, Magyarország, Budapest és Újpest üzenjen azért, hogy igenis mi békét akarunk, és elvárjuk mindenkitől, hogy tegyen meg mindent ezért. Mindezt pedig nagyon sokan szerették volna a maguk módján elmondani ezen az estén, ahogy ezek a fiatalok is. Mindenképp fontosnak tartottuk, hogy valamilyen módon megemlékezzünk, és hát úgy jelen helyzetben ennyit tudunk tenni sajnos, és ezt úgy éreztük, hogy ez a minimum, hogy eljöjjünk ide. Nagyon-nagyon sok olyan ismerősünk, meg barátunk van, akik kárpátaljai, úgyhogy igazából ők nagyon-nagyon aggódnak a családjaikért, és ez azért nagyon megrázó, hogy tényleg minden nap szembesülünk azzal, hogy nem lehet tudni, hogy ennek mi lesz a kimenetele. És nagyon sajnáljuk azokat az embereket, akik tényleg egy életmunkáját hagyták hátra, és el kellett meneküljenek szinte az országukból. És volt, aki közülük itt, Újpesten talált menedékre. Ők legalább biztosan meghallották. A Baksa család Kárpátaljáról érkezett. Múlt héten csütörtökön érkeztünk, tehát nehézségekkel, de sikerült, hogy idáig eljussunk. Otthonról pedig nincs sok hír. Annyit tudunk, hogy a szomszéd vigyáz mindenünkre. Nehéz, nekik is nehéz, nekünk is, tehát mások körülmények, meg kell szoknunk. Igyekszünk illeszkedni a társadalomhoz, tehát magyarok vagyunk mi is, csak hát ugye külhonni magyarok, de nagyon szépen köszönjük itt Magyarországnak is, hogy így állnak hozzánk. Tehát, hogy a gyerekhez, a családhoz, és azért is jöttünk főként, ugye a gyerek miatt. De minden más, egy egész élet ott maradt. Nem csak azt számoljuk, hogy ami maradt az érték, a pénz, a ház, a minden, hanem tehát a születési helyünk, ahon születtünk és ahon éltünk eddig, azt hagytuk ott hátra. És ez a szülők. Tehát nekem az anyukám egyedül van, de neki sajnos a feleségemnek nincsen anyukája, apukája, de a gyermeknek a nagymamája, aki az nagyon hiányzik neki és meg nekünk is. Mi pedig csak abban bízhatunk, hogy Dominik hamarosan újra találkozik a nagymamájával, a család pedig ismét együtt lesz, békében, nyugalomban és otthon.